mielőtt még itt az emberek elkezdenék a hülyeséget terjeszteni, nem lett volna Trumpnál sittelve. Ha csak ő nem akarja, hogy le legyen sittelve, így mondom. Aztán, hogyha ő azt akar, hogy le legyen sittelve, akkor felöltözik, fölben New Yorkba, aztán lesittelik, mert a Secret Service az elnököt védi, az blokkolt mindenféle ilyen hülyeséget. Úgyhogy Donald Trump nem fog Floridából felutazni New Yorkba, hogy le legyen sittelve. Hogyha van esze, aztán lehet, hogy valami oknak fog felmegy, hogy lesitteljék. Tehát, hogyha esetleg ez a Brad, vagy hogy a pöcsönbe hívják ezt a csávót, aki persze egy hatalmas liberális, és ez az ugye ezt kettő évig lehet ezt ugye tárgyalni, ez 7 évet történt, mellesleg ez egy misdemeanor, nem is felony, ha misdemeanor, az pedig szabálysértés, nem pedig bűncselekmény, de most megpróbálják megcsavarni, hogy ez bűncselekmény legyen, de ez nem fog nekik menni, úgyhogy aztán lehet, hogy holnap lesítelik Donald Trumpot, mert felutazik, de akármennyire is szeretne ez a New York állambeli ember, a legrosszabb esetben Zoom-on fölhívják Donald Trumpot, aztán elmeséljük nekik a dolgokat. És innentől kezdve ezt a dolgot egy picit meg is lehet majd fordítani. A másik fele pedig az, hogy az ilyen ügyeket, ami misdemeanor, tehát szabálysértés, lehet, hogy aki befogszolni, hogy misdemeanor az nem szabálysértés, vagy nem tudom, hogy mondjuk magyarul, tehát nem felony. Ezeket New Yorkban inkább megpróbálják eltusolni, inkább elengedni, mert az embereket akkor be kéne vinni a börtönbe, hogyha mondjuk nem fizetik ki a büntetést, vagy esetleg a magasabb misdemeanor, és akkor az az államnak pénzbe kerül, tehát a legtöbbet inkább elengedik liberális államban, nincs az államnak pénze, és ezért van íratlan mennyiségű kriminális, ugyebár szabadlábon, mert más fele költik el a pénzt a liberális államokba. Nem akarok meggyanúsítani semkit, de ellopják. És ez a Bragg, ez úgy néz ki, hogy ez George Soros embere. No már most már többen megnézték ezt az ügyet, federál nyomozók, meg most már megnézték nagyon sok lesz ügyet. És ez nem crime, ez nem bűncselekmény, hogy valaki fizet azért, hogy tehát itt New Yorkban, ez egy kibaszottan show, mert ez kurva jó hangzik, csak éppességre ez megint a visszájára fog elsülni, mert megint Donald Trumpnak mindenhol megbe lesz a neve. De az én véleményem azért a legjobb, ha lesítelnék Donald Trumpot, és a lánya indulna a választások, még valakivel, két nő mondjuk, mert akkor Hillary Clinton az valószínű, hogy le fogja fosni a lábszárát, meg is megnyernék a választást. Na, beszéljük egy kicsit másról. Egy pár ember itt elkezdte fitogtatni azt, hogy tulajdonképpen a Föld az nem is melegszik, hanem átlagosan hűl. Na már most ezeket az emberek nagyon elhallgatották. Figyelj, itt van egy ember, úgy hívják, hogy Bill Gates, a legveszélyesebb a Földre nézve. Van egy olyan cég, hogy Monsanto, valami ilyesmi. Minden, amit eszel, annak ehhez a céghez köze van. És érdekes módon Bill Gates most belevásárolta magát, mint ahogy belevásárolta magát a CDC-be, meg a World Health Organization-be, és nem menjünk messzire. Most már tudjuk azt, hogy egy napra a másikra a nagy orvos, a nagy világvezető orvos Grétával együtt megváltoztatta a véleményét, mert azt mondta, hogy ő mondta, nem én, nehogy az legyen, megkérdezzen, ő mondta, hogy ezek az oltások végül is lehet, hogy nem is annyira papparapparapparapara, ne tűntsák le a videót. És eladta az összes részvényét. Tehát azért utána kell ezeknek a dolgoknak nézni. Most belevásárolta magát, most már pár éve elkezdi belevásárolni magát, ugyebár a food supply, az étel bizniszbe a pali. És olyan érdekes, hogy nagyon sok részvénye van, például a médiában is, meg nagyon sok részvénye van a BG-nek a időjárás befolyásoló gépekkel kapcsolatban történő kutatásokban is. Érdemes ezen elgondolkodni.
következő dolog, amiről érdemes beszélni, hogy az Egyesült Államok, itt most amíg a bankrendszer összeomlásával van mindenki elfoglalva, addig most, hát az FTX-ről beszéltük, hogy az pénzmosás, azt mondtam, hülyének néztek, kiderült pár nap ezelőtt, hogy pénzmosás volt Ukrajna fele. Ukrajna annyi pénzt kapott, segítséget, ami az orosz egyévi katonai büdzsé, nehogy hülyeséget mondjak, 14-szerese. De lehet, hogy lehet, hogy 41-szerese, nem, nehogy az legyen, de többszöröse, mint az orosz katonai büdzsé. Na, amíg most mindenki ezzel van elfoglalva, addig meg lehetséges, hogy utána kell nézni, hogy az Egyesült Államok az atomtengeralattjárókat elküldte most már Tajvan felé. Én mondtam, hogy egy Hongkong vagy Tajvan Egyesült Államokbeli háború lesz. 2 éve mondtam. Az USA most oda is próbál koncentrálni. Meg hát közben ugyebár próbál koncentrálni Ukrajnába, Ukrajna az nem néz ki jól. Na most lehet többféleképpen számolni az Ukrajnába elesett katonákat. Én azt mondtam, hogy 350 ezernél vannak a elesett katonák, itt nincs 100 ezer, 50 ezer. Na, Ukrajnában nincs annyi zászló, amit ki tudnak tenni. De az egyik az az, hogy az ukránok nem úgy számolják akik elestek, mint az oroszok. Az oroszok, azok, nem dicsérem az oroszokat, becsomagolják a hullákat, nevüket megtudják, berakják fekete zsákban, eltemetik, elviszik őket. Míg az ukránok, azok nem. Tehát az ukránok még nagyon sok emberről azt mondják, hogy él csak kint van a fronton, de nincs kint. Bakmutban, tehát így mondom, Bakmut és környékén egy átlagos katona, akit elküldtek a frontvonalra, tehát nem az átlagos katona, hanem akit elküldtek a frontvonalra, tehát harcolni rögtön szemben másikkal, az átlagos harc ideje az 4 óra. 4 óra alatt hal meg. 4 óra alatt hal meg a fronton egy ukrán katona. Nagyon-nagyon rossz veszteségek is vannak, de jóval kevesebbek, mint az ukránok. Zelenszky egóharcot csinál a Bakmutból, mert ugye már, hogyha Bakmutba be tudnak menni az oroszok, illetve elfoglalják, most csak egyetlen egy úton kifele. Én ezért mondtam, az ukrán-orosz háborúnak vége van. Itt az ukránok azok már elvesztek, tehát Ukrajna elbukott, és bármennyire is valaki szeretné azt mondani, hogy nem, elbukott Ukrajna. Ukrajna már akkor elveszett, amikor 3 hónappal ezelőtt a háború abban a státuszban volt, hogy békeszerződés legyen, de megmondta a nyugat, hogy nem lehet békeszerződés. Boris odautazott, és megmondta, hogy nem lehet. A szarházi Boris, aki bulikat csinált, ugye, amíg mi maszkban voltunk, ő bulikat csinált, maszk nélkül, aztán le is váltották az angol volt minisztert, utána jött az a nagyon okos nő, aki megmondta, hogy ő nagyon kemény lesz, és ő megmutatja, és ő egy harcos, és ő ki fog állni Angliáért, hallod, de 45 napig volt elnök, vagy még annyi ideig sem. Na most megjött a harmadik nagyon okos angol elnök. Hallod, a kanadaiak, a lengyelek, az angolok, az ausztrálok, az usások, az Európai Unió vezetése, ezeknek az országoknak a vezetése valószínű csalásra került oda, meg a franciáké, és ezek az országok előbb-utóbb égni fognak belülről. Nem mondtam, hogy a franciák égni fognak, égnek is a franciák. Visszatérve az ukrán háborúra, Ukrajna nem tud győzni. Mi lesz szerintem? Szerintem mi fog történni? Ez már nem egy ukrán háború. Itt az ukránokat nagyon megmosták az agyukat, mert elmennek meghalni az USA-ért. Csak hogy éppességgel az USA az nem így találta ki a dolgokat, különben 2015-től képeztek ki ukránokat az Egyesült Államokban. Akkor szerintem nem tudták, hogy lesz háború, most őszintén. Ez a Minszki szerződés, amit annak idején megkötöttek, ez időhúzás volt, hogy Ukrajnát fel tudják szerelni a háborúhoz mindennel. Egy atomhatalmat, mint az oroszok, nem lehet sarokba szorítani, mert hogyha sarokba szorítják az atomhatalmat, akkor az lövöldözni fog atomot, az már nem fog jól kinézni. Most az angolok kitalálták, hogy adnak speciális fegyvereket, amiben, hát a madárka ide szállt, tajános, amiben nukleáris fejek vannak. Na most ez innentől kezdve
nem más, mint nukleáris fegyverek bevetése a háborúba. Az meg azt jelenti, hogy ha az ukránok ezt elkezdik meg használni, akkor majd az oroszok is elkezdik használni. Beszélgessünk egy kicsit a repülőkről. Nagyon szép, meg nagyon jó, meg óriásian jól néz ki, hogy itt Oroszországot próbálják mindenféle dologgal bemérni föntről, meg ez az amaz mellesleg illegálisan küldte oda az Egyesült Államok egy senki légterébe azt a drónt, mert nem volt rajta bekapcsolva az a dolog, hogy ott van. Az oroszok azok kicsit rá is pattintottak egyet, aztán lezuhant a drón. Az USA egyből mondta, oké, mi nem akarunk háborút, majd utána oda küldött két B-52-es bombázót, amiket egy orosz repülőgép meg így kísért a légtérből. Tehát azért ezt most már lehet látni, hogy amiről beszéltünk évekkel ezelőtt, hogy ez tulajdonképpen egy világháború, csak nem lőnek. Ha ez így halad tovább, nagyon kevés emberen függ, hogy nincs világháború, ha ez így halad tovább, akkor itt az elkövetkezendő pár hónapban hatalmas problémák lesznek. Mégpedig az, hogy az oroszok gazdaságilag, Putyin gazdaságilag győzött. Ukrajna a béka segge alatt van, az összes pénz eltűnt, nem tudják fizetni a rendőröket, a katonák, senkit nem tudnak fizetni. Óriás pénz lett belefetszőve Ukrajnába, Joe Biden nem akar róla beszélni. Joe Biden belülről az USA-ból ég a csávó, mindenbe hazudik, már nem áll oda a mikrofon elé, már a szóvivője se tud nagyobbat hazudni. Kína lepacsizott Oroszországgal. Tudod, az OPEC milyen olajat árul? Elmondnak az OPEC milyen olajat árul a világon. Azt az olajat árulja az OPEC a világon, amit az oroszoktól megvett Szaúd-Arábia legálisan, összekeveri a saját olajával, eladják Indiának meg Kínának olcsóbban, és az Európai Uniós országoknak drágábban. Na, az orosz gazdaság, voltak ilyen nagy megmondó emberek, én nem tudom, azok nem olvasnak az interneten, vagy én nem tudom honnan veszik, vannak emberek, mennek a tévébe, és olyan dolgokat mondanak, hogy azt mondják, hogy nézek ki a fejemben, most nem akarok neveket mondani, nehogy az ATV megsértődjön, de akkora baromságot tudnak mondani az ATV-ben emberek, most direkt nem mondok nevet, inkább nem is akarok nevet mondani, de hogy az orosz gazdaság az 30%-kal lejjebb ment. Az orosz gazdaság nem ment le 30%-kal, az orosz gazdaság feljebb. Az orosz gazdaság jobban fogja zárni a 2023-as évet fejlődésben, mint egy német, egy francia, vagy éppességre egy angol gazdaság. Visszatérve Franciaországra, Emmanuel Macron én szerintem csalással került oda, tönkre fogja tenni azt az országot. Az az ország, ahogy mondtam, égni fog. Franciaország, soha a büdös életben nem lesz Franciaország még egyszer, ha csak nem egy olyan ember fog oda kerülni, mint ez a Le Pen, vagy Le Pen, valami ilyesmi a neve, ennek a nőnek, és ugyebár ez, ami most történik, ez azért történik, mert kettő évvel megváltoztatta Macron ugyebár a nyugdíjkort határt. Nem a kettő évről van szó, hanem arról, hogy nem megszavaztatta, hanem csak áttolta. Tehát le se szarta azt, hogy az emberek kire szavaztak, és azoknak a véleményét kikérte. Ő csak áttolta, persze, mert nem szavazták volna meg. Úgyhogy itt Franciaország még égni fog egy pár napig, óriási problémák lesznek, a következő az Kanada lesz. A kanadai elnök az a legnagyobb szarházi. A legnagyobb szarházi. Tehát ne felejtsük el, hogy Covid alatt mi volt, ne felejtsük el, hogy itt mi volt. Meg azt sem felejtsük el, hogy a Covid egy napról a másikra eltűnt, amikor ugyebár Putyin elindította a háborút. Eltűnt a Covid, srácok, eltűnt. Így. Arról volt szó, hogy mindenki meghal, évekig maszkba fog mászkálni. Hallod? Ma láttam egy párt maszkba mászkált. Vicc az egész. Persze nem lehet tudni, hogy miért mászik valaki maszkban, de ezt most már el kell engedni, mert ez már egy levágott csont. Donald Trump rájött arra még annak idején, hogy USA és Kína nem ellenfél egymással, gazdasági eltérések vannak. Viszont, ha egyszer az oroszok és a kínaiak összefognak, akkor az Egyesült Államok egy kibaszott nagy trouble-ban van,
és akkor az azt jelenti, hogy az Egyesült Államok fel kell kötni a gatyát. Na most az, hogy a bankrendszer bukik be, az, hogy szar a gazdaság, az, hogy szar az Egyesült Államok az elnöke, az, hogy az egész világ ég, amiről már beszéltünk megint már jó párszor, az, hogy az ukrán háborúban az ukránok most már nagyon nem tudnak győzni, és ha Bakmutnál az oroszok bemennek, és szét tudnak menni, akkor ezek rá fognak a Krím-félszigetre feküdni ezek az ukránok, mert akkor esetleg ott tudják megbénítani csak az oroszokat, de azok az, akkor az oroszok olyan irdatlan, elképesztő nagy haderővel fognak neki menni az ukránoknak, hogy hihetetlen. A NATO meg 300 000 katonát próbál mozgósítani az oroszokkal szemben. Tökéletes reagálok a világháborúhoz. Tehát én úgy mondom neked, hogy most már a napállása is beállt így a világháborúhoz. Csak kimondottan, csak azért nincs per pillanat világháború, mert ez a 8-10 ember a világ vezetéséből még tisztán látja a dolgokat. Az Európai Unió vezetését úgy, hogy van, le kell cserélni. Tehát a legközelebbi választáson ezeket a magyar EU-s vezetőket, ezeket ki kell rángatni az Európai Uniós Parlamentből, mint ahogy a Karácsonyt is le kell váltani Budapesten. De ha ez a 10 ember nem háború ellenes, akkor itt már nagy évben folyik a világháború. Nem azt jelenti, hogy nem fog kitörni a harmadik világháború, mert most az UFO-k is voltak, csak az nem jött be, és akkor gyorsan le kellett venni a színről az UFO-kat. De azok a tankok, azok a 6000 militári jármű, az a 300 000 katon, amit a NATO mozgósít illegálisan, az, hogy a NATO összehívta a NATO tanácsot illegálisan, Magyarország meg egy pár ország aztán nem egyezett bele. Ezek arra mutatnak, amit már mondtam, 2021 májusában, nem 2020, 2020 májusában mondtam, hogy ezek Putyinnak neki akarnak menni, mert a következő elnökválasztás, a 2024-es elnökválasztást, az, hogyha Putyin nem tudják kipicsázni a 2024-es elnökválasztásban, az Egyesült Államok elnöke valószínűleg republikánus lesz. Nem biztos, hogy Donald Trump, de az biztos, hogy vagy közvetlen, vagy közvetlenül az Egyesült Államok választásába legálisan bele fog tudni szólni Putyin. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere megmondta, hogy nem lehet Ukrajnában béke. Megmondta, nem lehet Ukrajnában béke, mert az nem jó. Mert az nem jó, mert hogyha béke van Ukrajnában, akkor az USA-nak nem jó, úgyhogy megmondták Zelenszkijnek, nem lehet béke. Úgyhogy Zelenszkij az küldi a halálba az embereket, az apákat, a magyarokat, akik ott élnek ugyebár Ukrajnában, és le se szarja az ukránokat, igazából Zelenszkij, le se szarja az ukránokat, az a lényeg, hogy az USA mit mond neki. Nem arról volt szó, hogy Ukrajnát mindenáron meg kell védeni? Tehát most, várjál, most Ukrajnát meg kell védeni. Tehát most ahhoz képest, hogy Ukrajna már teljesen szét van. Arról volt szó, hogy legint Ukrajnát meg kell védeni. Tehát, hogyha azt a négy részt odaadták volna az oroszoknak a legelején, és azt mondták volna, hogy figyelj, nem akarunk semmi háborút, nem viszik a NATO-t, akkor megvan az Ukrajna mentve. Tehát most azt nem értem, hogyha az ukránokat meg akarjuk menteni, akkor, pár hónappal ezelőtt, akkor ez hazugság volt, ugye? Mert most nem az ukránokat akarjuk megmenteni, megmondták, hogy nem akarnak békét. Ha nem akarnak békét, akkor az ukránoknak kell harcolni amerikai fegyverekkel az oroszok ellen. Most biztos én vagyok a hülye állatszarházi fasz, csak akkor nem értem, hogy akkor miért arról volt szó, hogy meg kell menteni az ukránokat. Ez ugyanolyan, mint voltak a szankciók, volt az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 8-as, a 9-es, meg a 10-es, meg a 11-es szankció, és egyik sem ért el semmit, és ennek ellenére szankciókat alkalmaznak. Biztos mi vagyunk a hülyék, biztos, hogy mi vagyunk a hülyék, mondjuk. Szerintem mi vagyunk a hülyék. Az iraki háborúról szó volt, hogy mennyi ember meghalt, meg hogy a Bush adminisztráció az miket csinált a háborúban. És ez kim voltak az interneten, mennyi ember halt meg, etc. etc. Ez egy ilyen USA-s websájton volt kint. Na most, hogy mindenki az ukrán háborúval van elfoglalva, meg hozzásolítja az ukrán háborút az iraki háború, az afganisztáni háború, ez a libiaihoz, meg a mit tudom melyikhez,
eltűnt a website. Ráklikkelt, és azt írja, hogy ez a website nem található, ez az oldal nem található érdekes módon. Igen, mert az emberek párhuzamot kezdtek el vonni az iraki háború között, de ne felejtsük el, hogy azt mondták, hogy Irakban nukleáris fegyverek vannak, vagy vegyi fegyverek vannak, és Irakot meg kell támadni. Tudod, ki adta el Iraknak azokat a fegyvereket? Kettőt találsz, elmondom neked. Az Egyesült Államok. Milyen érdekes. És a rakéta egyvezényből ki volt aki rakéta, vagy hogy hívták ezt a rakéta egyvezény volt, azt hiszem. Valaki megcsinált ezt a rakéta egyvezményt, nem akarok neveket mondani, nehogy az Egyesült Államok megsértődjön. És mindenki aláírta, és talán kiszállt ki a rakéta egyezményből, az Egyesült Államok. Azt mindenki aláírta, hogy ja. Szóval ez nem az első eset, amikor az USA-sok ezt csinálják. Felnyílt az emberek szeme, és hamarabb, mint 92 éves Soros bácsi gondolta volna, vagy hamarabb, mint ahogy Hillary Clinton gondolta volna, és itt a 2024-es választásokig elmondom neked, hogy vegyél popcornt, meg egy agregátort, legyen áram, melegíts meg, nézd a tévét, mert ami itt lesz, azt nem fogjuk zsebre tenni. Emlékszünk még azokra az orvosokra, akik a Twitteren adták az észt, hogy ezt meg így kell a Covid alatt csinálni, meg úgy kell, aztán kiderült, hogy nem is voltak orvosok, meg kiderült, hogy nem is igaz emberek voltak, meg kiderült, hogy egy grup csinálta ezeket a websájtokat 6000 bekövetővel, meg ilyenekkel, meg mindenkit letiltott, aki más mondott. Na, East Palestine, az a neve a helyszínnek, semmi köze ez az Egyesült Államokban van, Ohio-ban, ott csiklott ki a vonat, ugyebár is egy csomó mérgező anyag belefolyt a folyóba, a vízbe, meg ide-oda. Tudod, mit mondanak? Hogy Putyin csinálta direkt, azt mondják, hogy ez Putyin csinált egy ilyen akciót, és a Facebookon, meg egy-két helyen feltűnnek ilyen emberek, akik csinálnak egy page-et, és elkezdik ezt az információt sharingelni, elmondani az embereknek. Sőt, mi több, még fizetnek is a Facebooknak azért, hogy minél jobban elmenjen azon a részen az információ. De már az emberek nem hülyék, tehát az emberek ezeket már nem hiszik el. Itt nagyon lehet próbálkozni. Ez ilyen Obamás, Hillary-s soros dolog, csak az emberek fejlődnek, és az internet egy másodperc alatt eljutott minden hírt, mindenhova, és az embereknek olyan szinten ki van nyílva a szemük, hogy valamelyik nap egy egyszerű felszolgálóval beszéltem, és a világ másik oldalán tudta, hogy miről van szó. Arról nem is beszélek, hogy most már erről beszél mindenki. Tehát ezer ember megnézi a videóimat, most magamról beszélek, oké, jó, az elmondja a másik ezernek, az lesz szarja. 5000 ember, az elmondja 5000-nek, jó, oké, az már azért valami. Ha 10000 ember elmondja 10000 embernek, az már 20000 ember. Persze nem így adják elő, mint én, kicsit másféleképpen, de hogyha 20000 ember megnézi a videót, az már 60000, 80000, 100000 ember. Ha már 100000 ember ebbe az irányba kezd el gondolkodni, egy ország gondolkodását meg lehet változtatni. Nem tudom, hogy lesz-e harmadik világháború, vagy sem. Nagyon remélem, hogy nem lesz harmadik világháború, mert amikor most építek házat, akkor annak reszeltek. De az biztos, hogy itt ezek, amit már egy jó párszor elmondtam, nem fogják hagyni azt, hogy csak úgy elsüllyedjenek a politikában. És most, hogy az alsóház neki fog menni Joe Bidennek, és szerintem Joe Biden lesz egy impeachment, már nem lehet ezt kikerülni, akkor majd előkerülnek a dolgok. 360 millió fegyver van az Egyesült Államokban magánkézben. 360 millió. Az Egyesült Államok lakossága nem tudom hány százaléka az, vagy katona, vagy militári, és azok az emberek sem hülyék már. Az emberektől a fegyvereket nem lehet elvenni. Itt vagy szét fog törni az Egyesült Államok államokra, akármennyire is most az emberek mondják, az egy hülyeség, szét tud törni. Látjuk azért a nagyhatalmokat, a római, vagy az olasz, vagy bármelyik nagyhatalom az előbb-utóbb azért bebukik. És hogyha itt
valami gáz lesz, és az embereknek ki kell menni az utcára, nem fognak kimenni. Egészen addig, amíg óriás gáz nem lesz, de akkor viszont 360 millió embernek van fegyvere. Hát egy rendőr, egy katona, hát nem fog oda menni emberek, hát át fognak állni. Szóval itt, ezek Washingtonban nem fogják átadni a Fehérháznak a kulcsát a választáson, így, az biztos. Sőt, mi több, azt is elmondom neked, hogy nem fognak ezek úgy lemenni a lefolyón, csak akkor, hogyha lesznek sittelve. Eszembe jutott Kanada az, aki 2015-től tréningeli az ukrán harcosokat, és ott viszont el magát, az Ursula Fingolájan elszólta magát, hogy 2015 óta a kanadaiak azok képeznek ki ukrán katonákat. Nézd meg az interneten, hogy ezt mondta. Sőt, hogyha be ott van az interneten, akkor keres rá arra is, hogy hogyan képezte ki őket. És tulajdonképpen milyen kiképzőbázison voltak? Na, azok a kiképzőbázison, ahol voltak, nézzen a kiképzőbázison levő Amerikai Egyesült Államokbeli tréning biztosoknak a számát, meg hogy hány százalékban amerikai katonák vannak a kanadai katonai bázison. Érdemes megnézni. Amennyiben tetszett a videó, vagy ezekre a hírekre kíváncsi vagy, úgy kérlek szépen, hogy az adót szponzoráld meg, mit tudom én, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, vagy 10000, vagy akár mennyi pénzzel, amennyivel szeretnél, forinttal persze, de dollárral is lehetséges, mert enélkül ez a csatorna nem fog többet működni. Most már majdnem 3 éve működtettem a YouTube adóimat teljes ingyen és bérmentve, és én nem vagyok egy TV csatorna, nincsenek reklámok, nem reklámokból élek, csak megpróbálom az embereknek tisztán elmondani, hogy miről van szó, hogy tisztán lássanak a világban, de amennyiben ez nem éri meg az embereknek, úgy ennek a csatornának vége lesz, mert hogyha ez tényleg nem éri meg az embereknek, egy pár száz forintot hetente, vagy pár ezer forintot havonta, akkor nem koptatom itt feleslegesen a számot, és nem ebből akarom megkeresni a pénzemet, csak amennyi időt, energiát és pénzt is ráfordítok, legalább az visszajönjön, hogy legalább nullában legyek. Úgyhogy ha tetszett az adás, meg még kíváncsi az ilyen hírekre, meg kíváncsi voltál rá, és most már azért van egy 18 000 feliratkozó, az előző csatornán volt, azt hiszem ott is 15 000, amit letiltottak, akkor itt a PayPal elérhetőségem, és a PayPalon tudsz a csatornán segíteni, hogy életben maradjon. Aztán ennyi, valószínű, hogy majd egy 5-6 nap múlva megint jelentkezek újabb hírekkel, viszont hallásra.